És akkor az utolsó előadót hívom most, Ritter Dánielt, aki döbbenetes 1990-ben született Miskolcon, mindig megdöbbenek, hogy tehetséges nemzetközi projektekben résztvevő építészek 1990-ben születhettek, döbbenetes. És ugye a Műszaki Egyetemen védte, a középtanszéken védte meg ő is a diplomáját, Misi volt a témavezetőd, mint ahogy az Édi a doktori iskolában is ő volt a témavezetője Daninak. Az elmúlt évtizedben Dani kiváló példa arra, hogy itt Magyarországon is az ember több nemzetközi projektben tud tervezőépítészként részt venni. Így 2017 és 2020 között a Pritzker díjas japán Sana irodával dolgozott együtt a Új Nemzeti Galéria tervein, majd 2020 és 22 között a Dealers Cofidio és Renfro által elnyert új közlekedési múzeum építészeti tervein dolgozott. Ezek a közös munkák azon kívül, hogy hát fantasztikus tapasztalatot jelentenek egy ilyen több kontinensen átívelő munkának a módszertana, a szemlélete, az mindenképpen átmos fegyelmezettsége, komplexitása, mindenképpen átmos egy építészt. Dani ebben a folyamatban találta meg azt az inspirációt, ami végül a doktori témájává vált. Ami tulajdonképpen ez a hiba, tökéletlenség, esetlegesség és a hiba jelensége az építészetben, az ebben látott szépségnek a megtalálása, ami azt gondolom, hogy olyan társadalomban, ami hát a hibák azt valami mélyen pejoratívnak, negatívnak, elkerülhetőnek gondolja, és ilyen szempontból a kreativitást, az innovációt és az önmagunk megtalálását nagyon megnehezíti egy nagyon bátor vállalás. Dani az elmúlt években a nagy projektek után, azon kívül, hogy sikerrel megvégte a doktori disszertációját, önálló építészeti tevékenységet is folytat. Talán a legismertebb épülete az Gyulty és Andris otthona, amelyik a Bixi Architecture Awardon díjazott lett, sőt a szlovéniai Ljubljanában már mint ott, és a Building of the Year 2022-es díjra is előterjesztették, és jelenleg pár külföldi próbálkozás után, ahol értékszemléletével nem összeegyeztető tapasztalatai voltak, úgy gondoltak, hogy hazajön és új irodával elindul. Várom az előadásodat. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást és a bemutatást, és sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az előadásomnak a címe Tökéletlenség az építészetben, avagy a sprezzatura. És abban a szerencsés vagy kényelmes helyzetben vagyok, hogy tulajdonképpen itt a következő fél órában a tökéletlenségről, a hibáról és az esendőségről fogok beszélni, úgyhogy minden bizonnyal az előadás is tele lesz hibákkal. De hát azt gondolom, hogy erről a témáról máshogy nem is illik talán beszélni. De hogy hogyan is kerül a tökéletlenség, mint témakör erre a kiállításra, ahol ugye öt fontos, már jól ismert hívószavunk volt, az egyensúly, a méltóság, a karakter, a szépség és a korszerűség. És hát tulajdonképpen Krisztina, aki közelről végigkövette a doktori disszertációmat, ahogy itt el is hangzott, hogy ez a hibával és a tökéletlenséggel foglalkozott az építészetben, arra kért engem, hogy ezt a mai előadást a szépséghez kapcsolódóan tartsam meg. És bízok benne, hogy mindenkinek volt lehetősége megnézni már alaposan a kiállítást. Azt gondolom, hogy fantasztikus és inspiráló gondolatokat és képeket láthattunk mindegyik hívószóra, így a szépségre is. Én most azonban egy picit más, alternatív nézőpontból szeretnék ehhez a témához közelíteni. És itt az előadás kezdetén néhány olyan gondolatébresztő képet hoztam, ami ennek a témának a kibontását segítette.
Az egyik ilyen kedvenc idézetemmel és ábrámmal kezdeném. Örkény Istvántól úgy hangzik ez a kérdés, hogy ezt a kis testi hibával született kört kivigasztalja meg. És számomra ez a kérdés azt sugallja, hogy a hiba rossz és szomorúságra ad okot. És ugye ezzel szemben az én hipotézisem pont az, hogy a hibát és a tökéletlenséget lehet pozitív értelemben is szemlélni. Azt gondolom, hogy a tökéletlenségre való törekvés kezdetektől fogva jelen van az egyetemes kultúránkban. Mégis a perfekcionizmusnak a valódi értéke az mindig relatív. Különösképpen ma egy olyan gyorsan és intenzíven változó korban, ahol azt gondolom, hogy a belső értékekhez való viszonyunk is bizonytalan, és mindenképpen átértékelésre szorul. A képen egy egyszerű használati tárgy, egy tál látható, mégis talán ez szemlélteti a legjobban azt, amiről én ma itt beszélni szeretnék. Ez a tál darabjaira tört, viszont ahelyett, hogy a tulajdonosa kidobta volna és újat vett volna helyette, összeszedte a földön szétszóródott apró darabokat és aranyporral kevert ragasztóval összeragasztotta. Ez ugye a japán kerámia művészetnek, a kintsuginak egy fontos iránya, és azt gondolom, hogy a téma szempontjából ez azért nagyon fontos, mert nem elrejti a hibát, hanem tulajdonképpen kiemeli azt és értékké teszi. Akár mondhatnám azt is, hogy értékesebbé vált, vagy mindenképpen érdekesebbé vált ez a tárgy azáltal, hogy összetört. Vagy ugyanilyen fontos kép számomra Schrammel Imrének ez a lőtt oszlop alkotása a 80-as évekből. Azt gondolom, hogy Schrammel Imrét nem kell bemutatnom, egy Kossuth és Munkácsi Mihály díjas keramikus művészről van szó, és az a megtiszteltetésért, hogy hosszabban beszélgethettem vele néhány évvel ezelőtt egy interjú keretében, ahol Imre bácsi elmondta, hogy számára rendkívül fontos volt az alkotói pályafutása során a hiba, a véletlen és a tökéletlenség, mert úgy véli, hogy tökéleteset csak a Jóisten tud tervezni. És itt is kezdetben egy mérnöki precizitással megtervezett, megalkotott hasábot látunk, amelybe az alkotó belelőtt, és ezáltal jött létre ez a tökéletlen végeredmény. Azt gondolom, hogy talán tekinthetünk úgy erre az alkotásra, mint egy szenvedélyes tiltakozásra, egy lázadásra a perfekcionizmus eszményeivel szemben. Vagy ha már művészet, akkor fotóművészet, Baranyi Andrásnak az önarcképe a 70-es évekből. Azt gondolom, hogy mindannyian fotózunk telefonnal, fényképezőgéppel, de talán a legjobb jó indulattal sem nevezhető ez a kép tökéletesnek, hiszen el van mosódva, rosszak a fények, talán még a fókusz sem jó, de mégis az egyik legfontosabb alkotásáról beszélünk a fényképésznek, mivel a fotózásban megtalálható a hibaizmusnak az irányzata, ami úgy tekint a kép, ami azt mondja, hogy a kép elkészültének a pillanata között és a létrejötte között egy váratlan esemény módosítja a képet. Ezt hívhatjuk hibának vagy véletlennek, de tulajdonképpen egy olyan hozzáadott értéket lát benne az alkotó, ami miatt számon tartja ezeket a képeket. És az egyik kedvenc felfedezés, amit az elmúlt egy-két évből már bőven a témával foglalkoztam, amikor 2022-ben nyilvánosságra került a hír, hogy Mondriánnak a New York City egy képe Düsseldorfban évtizedek óta véletlenül fejjel lefelé van kiállítva. Erre úgy jöttek rá a kurátorok, hogy azt hiszem egy régi archív képet találtak, ahol a műteremben a kép teljesen más szögben áll az állványon, 180 fokkal elforgatva. És azt hiszem, hogyha közelebbről megnézzük, akkor még a ragasztó szalagok felhelyezése és letépése sem stimmel. Viszont amit kifejezetten pozitívnak tartok ebben a történetben, hogy a kurátorok úgy döntöttek, hogy ennek ellenére nem változtatják meg a képnek a kihelyezését, mert hogy ennek a hibának már egy hozzáadott értéke van az ide látogató műértők között. És tulajdonképpen ezek mentén, a gondolatok mentén jutottam el a doktori disszertációnak a megírásához, amelynek a témavezetője Balázs Mihály volt, és a címe pedig Személyes hibajegyzék, a tökéletlenség, mint a kortárs építészetben rejlő tartalék volt.
Tulajdonképpen azt próbáltam keresni, hogy tervező, gyakorló építészként hogyan lehet a hibát vagy a tökéletlent pozitív értelemben elfogadással szemlélni az építészeti tervezés során. Mert ugye egyből jön a kérdés, hogy építészként mindig a tökéletes választ, a legjobb megoldást keressük, és hát hogy is van ebben helye a tökéletlennek vagy a hibának. És először megvizsgáltam azt, hogy a hétköznapi életben hogyan is hibázunk. Hiba, tökéletlenség, gyarlóság, rendellenesség, hiányosság, esendőség, mind-mind olyan hétköznapi szavak, amelyek alapvetően negatív jelentéstartalommal bírnak. Nagyon sokféleképpen lehet hibázni, vannak pillanatnyi tévedések és életre szólóak, viszont azt gondolom, hogy fontos kihangsúlyozni, hogy nem szeretném a hibát és a tökéletlenséget összemosni, mert amíg alapvetően az egyiknek, a hibának van egy negatív jelentéstartalma, addig a tökéletlenség ez nem feltétlenül negatív üzenetű. Viszont azt vettem észre a dolgozat megírása közben, hogy míg az egyik példa inkább a hiba, addig a másik az inkább talán a tökéletlenséghez sorolható. És azt gondolom, hogy ezek együttes használata, mint hiba és tökéletlenség, egy egymás erősítő szópár, ezért szándékosan így használom a továbbiakban. És ha már ennyire beleszaladtam itt a nyelvészkedésbe, akkor még egy fontos kifejezés, a sprezzatura, amely a reneszánszból eredeztethető olasz szó, a jelentése szándékosság nélküli. Minden, amit egy ember tesz vagy mond, olyannak tűnjön, ami erőlködés nélkülinek és spontánnak hat. És nagyon sokáig kerestem ennek a kifejezésnek a magyar egyszavas megfelelőjét, nem igazán találtam meg, viszont azt gondolom, hogy ez a szándékosság nélküliség jellemzés a nem sokára bemutatott példákra is szerintem egy jó részére kifejezetten jól ráillik. Magát a kutatást egy hosszú elméleti vizsgálódás előzte meg, ahol azt kerestem, hogy a tökéletesség és a tökéletlenség viszonya a különböző nagy világvallásokban hogy jelenik meg. És azt vettem észre, hogy tulajdonképpen az emberi tökéletlenség és az ezzel szembeállított isteni tökéletesség és az ennek való el nem érése mindegyiknek egy nagyon fontos alappillére. Ugye tök érdekes, hogy Madács még az ember tragédiájában is azt mondja, hogy keresni a jót, a szépet, és meg nem találni ez az élet. És tulajdonképpen ez az el nem érés az, ami mindegyikben jelen van. Hosszasan lehetne beszélni a kereszténységben arról, hogy mi a Felix culpa, az iszlámban, hogy miért vannak benne ezek a hibás szőttesek, de itt most igazából csak a zsidó vallásban megtalálható pagámról ejtenék néhány szót, mert ennek van építészeti vonatkozása. A pagám az egy olyan hibás kő, egy tökéletlen kötés, amit szándékosan beleépítenek az épületekbe, azért, hogy ne konkurálhasson a tökéletes épülettel Salamonnak a lerombolt templomával. És tulajdonképpen itt a vizsgálódás után jutottam el oda, hogy felállítottam 4 darab fiktív kategóriát, a talált, a szándékost, a megengedőt és a változót. Mindegyiknek elég beszédes a neve, alapvetően a tervezői attitűdre reagál és arra, hogy hogyan viszonyulnak a tökéletlenséghez. Fontos elmondanom, hogy kortárs építészeti épületeket elemeztem, és műszaki értelemben nem foglalkoztam a hibával. A talált kategória, ahogy a neve is utal rá, egy olyan talált helyzetre utal, ahol tulajdonképpen az épületek ezt a tökéletlenséget, ezt a helyzetet használják ki. A képen egy spanyolországi kőbánya látható. Az Ensemble Stúdiónak Santiago de Compostela-ban lévő munkájánál a helyi szabályozás egy kőhomlokzatot írt elő, és a tervezők úgy voltak vele, hogy szeretnék megérteni azt a folyamatot, ahogy az óriási kőtömbökből a végfeldolgozásban létrejött kőburkolatig eljutnak, ezért kilátogattak egy helyi kőbányába, hogy megtekintsék ezt a folyamatot. És azt vették észre, hogy a területen szétszóródva össze-vissza hevernek, leselejtezett, senkinek nem kellő kövek. Ők ebben szépséget találtak, ezekben a talált kövekben, ugyanis úgy vallják, hogy a jó épületek nyers és tökéletlen anyagokból készülnek, és tulajdonképpen mindenfajta változtatás vagy módosítás nélkül ezeket a senkinek nem kellő tökéletlen köveket az irodaház főhomlokzataként használták föl. A másik ez a kategóriához kapcsolódó
példa az az új közlekedési múzeumnak az épülete, ahogy Krisztina is említette, itt részt vettem a tervezésben, Diller, Scofidio, Renfro és Timpanon közös munka volt. Hát az, hogy ez a projekt most milyen irányt vett, arról inkább ne beszéljünk, de hogy azt mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy a tervező csapat úgy tekintett erre a feladatra, hogy nem csak az új kortárs épület képviseli értéket, hanem a meglévő talált szituáció is a területen. Ugye az északi járműjavítóról beszélünk, mint a magyar vasút vagy vonatgyártásnak a bölcsőjéről, és olyan épületekről, ahol olyan anyagok, illatok és fények vannak, amit mindenképpen szerettünk volna megőrizni. Ennek az egyik példája például a a motorpróbaterembe található feketére színeződött falak, vagy például itt a képen látható festékkamráról egy fotó, ahol az évtizedek alatt egymásra rakódott festékrétegek ilyen gyönyörű, cserepes módon váltak föl, amit mindenképpen szerettünk volna megőrizni. Azt gondolom, hogy ez a fajta tervezői attitűd, ez szembe megy a helyreállítási kényszerrel, nem esztétikus, hanem tulajdonképpen szépséget és értéket talál az anyagnak a komplexitásában vagy emlékében. Ugyanerre példa még az épületből a meglévő húzalbetétes üvegeknek a megtartásának a szándéka. Charles Renfro, a vezető tervező, azt vallja, hogy ennek az üvegnek a szépségét és a báját pont a gyártási hibából származó enyhe felületi egyenetlensége adja. Talán nagyjából látszik is a képen. És ennek az az oka, Stocker tanár úr elmondása szerint, hogy míg az új korszerű húzalbetétes üvegeket nyomóhengerek között belehengerlik a húzalbetétet, addig régen a képlékeny anyagba önsúlyánál fogva hagyták belemerülni ezt a húzalt. És tulajdonképpen ezáltal jöhetett létre ez a hullámos felülete ennek az anyagnak. Ez a mi szemünkben nem egy gyártási hiba, hanem egy emléke egy kornak, egy gyártási lehetőségnek, egy kéznek, amely készítette, és mindenképpen megőrzésre való értéket találunk benne. A második általam elnevezett kategória szándékos. Itt a tervezők nem megtalálják vagy megengedik a tökéletlenséget, hanem megtervezik azt. Mondhatnám azt is, hogy a tökéletlenség illúzióját keltik. A képen Kazuyo Sejimának egy kézi skicce látható a Vitra Campushoz. A Sanna tervezői filozófiája szerint a tökéletes kör az túl merev, olyat nem tervezünk. Tehát mindenféleképpen egy picit nem tökéletes kört kell létrehozni. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnék, hogy áltökéletlen kerül létrehozásra. Mert hogy itt már a képen ugyanennek a kéziskisznek a kiviteli terve látható, rengeteg kótával és raszterrel felszerkesztve, abszolút nélkülöz mindenfajta esetlegességet, vagy emberi hibát, és tulajdonképpen milliméterre pontosan meg van tervezve a tökéletlen forma. Hogyha egy személyes anekdotát megengednek, akkor hát elmesélném azt, hogy amikor néhány évvel ezelőtt velük dolgoztam, akkor egy hasonlóan picit éppen nem tökéletes kör formának a ledokumentálásán, kiviteli tervén dolgoztunk hosszú éjszakában nyílóan, és hát a több száz kóta után a Sanna projektvezető építészének hát úgy viccesen megjegyeztem, hogy ismerve a magyar kivitelezési minőséget, nem megbántva senkit, de hát hogyha egy tökéletes kört ábrázolnánk, akkor nagyjából ugyanerre a végeredményre jutnánk. Jót nevetett rajta, de gondolom mondanom sem kell, hogy maradt a forma és a rengeteg kóta, hogy megépíthető legyen ilyen tökéletlen módon. Azt gondolom, hogy amikor ennyire túlkonstruáltá válik egy forma, akkor abszolút eltűnik belőle az esetlegesség, és hogyha csúnyán akarnék fogalmazni, akkor picit izzadságszagúvá válik szerintem a történet. A harmadik kategória a megengedő, ahol a hiba vagy a tökéletlenség szándékosan jelen van az alkotásban, azonban ezek meghatározása nem túl határozott, végső formája a kivitelezésben résztvevőkre vagy a véletlenre van bízva.
Itt Arno Brandhubernek az antivilája látható, és itt az elkészült állapot és a bal oldalon lévő leegyszerűsített kiviteli terv közötti különbségre szeretném fölhívni a figyelmet, ami leginkább azt hiszem a bal felső ablaknál látható, hogy tulajdonképpen csak nagyjából hasonlít az ablak arra, hogy tervezte az építész, és ennek pedig az az oka, hát elnézést, hogy ez ilyen rossz minőségű ez a kép, de talán látszik a lényeg, hogy a kivitelezés során a megbízó áthívta a barátokat, ismerősöket, mindenki egy bontókalapácsot ragadott a kezébe, és tulajdonképpen egyetlen egy szabály volt, hogy a képen látható rózsaszín kereten belül kellett a nyílást kialakítani, de az, hogy ezen belül a bontókalapáccsal ez a nyílás hogyan fog megvalósulni, az már nem volt szigorúan lekövetve. Hát azt gondolom, hogy ez már egy teljesen másfajta tervezői hozzáállás, mint a Szanának a milliméterre pontos megtervezése, és ezért hívom én ezt a kategóriát megengedőnek. Vagy ugyanígy sorolom a Herzog de Meuron irodának a Vitra Sau depó épületét, ami egy egyszerű téglahomlokzatú épületnek a látszatát kelti. Azonban, hogyha picit közelebbről megnézzük az épületet, akkor egy rendkívül érdekes módszertana van ennek a homlokzat burkolatnak. A felső téglánál jól látszik az a két lyuk, ahol minden egyes téglát megfúrnak, és gyakorlatilag e mentén törik el a tégla. Ugye ez egy várt eredmény, de abszolút nem kiszámítható, hogy mi is fog történni, és gyakorlatilag egy ennyire csodaszép tégla felület jön létre, ahol minden egyes elem más és más, mindegyik más, hogy hibás és tökéletlen, és tulajdonképpen egy önálló individuum mindegyik tégla. És az utolsó kategória a változó, ahol a legnagyobb különbséget az előző három kategóriához képest az időbeliség jelenti, több szempontból is, mivel a találtnál, a szándékosnál és a megengedőnél az épületek általában már időben determináltak, tehát a tökéletlenség vagy a hiba létrejött már a megvalósulás pillanatában, addig a változó kategóriánál az épület küllemében folyamatosan változik vagy változhat. És itt a borítóképhez térnék vissza, ami a Herzog de Meuron irodának a Ricola gyára Mühlhausból. Ugye egy ipari épület, a baloldali homlokzatról van szó, ahol tulajdonképpen a tervező páros szándékosan az épület tetején összegyűlő csapadékvizet évtizedek óta a homlokzatra folyatja. Ezáltal gyakorlatilag egy teljesen változó homlokzati kép jön létre, folyamatosan máshogy színeződik el, máshogy mohásodik, esőben becsillan, napsütésben matta felület, és gyakorlatilag a természet formálja ezt a homlokzatot folyamatosan. És hát végezetül azt gondolom, hogy jogosan felvetődik a kérdés, hogy a mai mesterséges intelligencia által uralt világunkban, ahol minden a tökéletlenségről és a szépségről szól, ott van-e bármi létjogosultsága a hibának, az esendőségnek, és tulajdonképpen arról, amiről én itt próbáltam beszélni. Én azt gondolom, hogy van méghozzá azért, mert emberek vagyunk, és talán pont ez okozza a pluszt, vagy ez adja a különbséget, hogy emberek maradunk a hibáinkkal, a tökéletlenségeinkkel és az esendőségeinkkel együtt, és vállaljuk annak a következményét, hogy nem milliméterre pontosan megtervezett kimeneteleket elemzünk, hanem merünk ösztönösen dönteni, vállalva annak a lehetőségét, hogy talán hibázunk is. Köszönöm szépen a figyelmet!